Magyarországon 500 ezer fogyatékkal élő ember él. Félmillió gyermek, nő és férfi. Ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint minket, mégis sokszor a társadalom peremére kényszerülnek. Tegyünk ez ellen. Nem kérünk sokat. Csupán azt szeretnénk, hogy a fogyatékkal élő emberek is megkapják az esélyt az akadálymentes életre. Hogy az érintett gyerekek is játszhassanak a játszótéren. És iskolában tanulhassanak a kortársaikkal. Hogy ne okozzon problémát kerekesszékkel bemenni a postára. Vagy egy hivatalba. Fontos esemény előtt állunk. Tavasszal választ az ország. Így a politikai döntéshozók nagyobb eséllyel hallják meg a kérésünket. Most neked is lehetőséged nyílik arra, hogy üzenj nekik. Üzenj nekik. Hogy változást érjél. Lehet, nem hiszel már abban, hogy a te véleményed is számít. Talán úgy érzed, hogy nincsen beleszólásod a fontos társadalmi kérdések eldöntésében. Mi nem ezt gondoljuk. Ha esélyünk se lenne... Miért zsúfolódott volna egy kamera elé ennyi művész? Sportoló. Színésznő. Zenész. Ennyi különböző habitusú, vallású, gondolkodású. Felelősségteljesen gondolkodó ember. Most együtt tehetünk valamit. Most együtt tehetünk azért a közösségért, amiben élünk. Ehhez pedig csak azt kérjük, hogy tavasszal dönts felelősséggel. Arra tedd le a voksod, aki valóban kiáll azokért is, akik magukért nem tudnak. Nélküled kevesek vagyunk. Nélküled kevesek vagyunk. Nélküled kevesek vagyunk. Számítunk rád. Számítunk rád. Számítunk rád. Rám? Rád mindenképpen. De rád is. Rám számíthattok, mit csináljak. Legyél képben. A választás során kövesd nyomon a pártok programját. Adj hangot a véleményednek. Használd a közösségi médiát. Hozd meg azokat az esélyegyenlőséggel foglalkozó posztokat, amiket fontosnak gondolsz. Hozd meg akár ezt a videót. Nem nagy fáradtság, most is online vagy, nem? Minél több szavazó számára fontos. A 500 000 fogyatékkal élő honfitársunk ügye. A döntéshozók annál nagyobb figyelmet. Nagyobb figyelmet. Nagyobb figyelmet. Nagyobb figyelmet fordítanak majd rá. Velünk vagy? Ne feledd, hamarosan közösen kell döntést hoznunk, érted? Értük? Érted?